Isten őrizze meg Flóri bácsi emlékét, Isten áldja meg a Ferencvárost, ezennel a kiállítást megnyitom. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor, az Albert Alapítvány és az FTC különleges kiállítását a Groupama Aréna főépületének 4. emeletén, amely a császár, vagyis Albert Flórián előtt tiszteleg születésének 80. évfordulójának alkalmából. 2012 tavaszán az első kiállításunkat megnyitottuk, ami tulajdonképpen témájában nyilván ugyanez volt, hiszen Albert Flórián életét mutatta be, munkásságát, az embert születésétől haláláig. És hogyha megnézik a kiállítást, amit igazából mögöttem látnak, elsősorban nyilván erről szól. Ezt a kiállítást még 28-szor mutattuk be, nem csak Magyarországon, hanem a határon túlon is. Az elemek mögött nagyon újfajta interaktív állomásokkal bővítettük ki. Tehát azt gondolom, hogy tényleg a kornak megfelelően nagyon modern 4 állomás van. Fantasztikus értékeket képviselt, olyanokat például, mint a hűség. És ez nehéz a mai futballban már elmagyarázni, de azért egy asszony mellett élte le az életét. Egy futballcsapatban játszott. És egy országban élte végig az életét. Pedig azért aranylabdásként, amikor mondjuk a brazil válogatottal ment el edzőtáborozni, akkor biztos lett volna egy-két ajánlat Európából, hogy esetleg egy másik repülőgépre üljön föl, és keressen, próbáljon másik életet kezdeni. Mégis ezt a hűséget választotta. Ez a legőszintébb kiállítás, ami létezett. Azért a legőszintébb kiállítás, mert csak Albert Flórián idézetekből áll. És ezekből az idézetekből lehet kiolvasni, vagy példát meríteni, és erőt meríteni abból, hogy Hercegszántóból, egy bácskai kis faluból, hogy lehet eljutni a világ tetejére. Hogy Európa legjobbja, sőt a világ legjobbja is tudsz lenni. Csak akarat, szorgalom, tehetség, alázat és egy kis mágia, ami a Flóri bácsi játékában benne volt, csak összesen ennyi kell hozzá. Nagyon sok emlék és nagyon sok ugye személyes relikvia található itt a kiállítás, úgyhogy én is egy picit itt próbáltam belemerülni a tárgyak sokaságába. Hát azt gondolom, hogy mindenkinek egy nagyon felemelő érzés ezek között a tárgyak, képek, emlékek között végig sétálni. Azt gondolom, hogy a Flóri bácsinak méltóképpen tiszteleg ez a kiállítás. Még utánpótlás játékosként emlékszem arra, hogy amikor a Pécssel játszottunk a Népligetbe, akkor minden mérkőzésen ott a pálya sarkában ült, vagy állt, éppen mikor, hogy tartott a kedve, és figyelte az utánpótlás csapatoknak a teljesítményét, úgyhogy látszott rajta az, hogy tényleg mennyire magáénak érzi az egész klubot, az egész utánpótlást, felnőtt csapatot, és tényleg én mindenkitől eddig csak jót hallottam róla, úgyhogy és tényleg azt gondolom, hogy egy ilyen embernek, egy ilyen sportolónak, egy ilyen futballistának mindenképpen méltó egy ilyen kiállítás. Tíz éve kezdtük el ezt a kiállítást, és most került egy olyan köntösbe, amire nagyon szerettük volna, és ami külön öröm, hogy ez a Volt Albert Stadion helyén épült Groupama Arénában van, tehát végül is a szentélyben van. És tényleg olyan egyedi megoldásokat tartalmaz, ami szerintem abszolút kiállításbarát, tehát hogy bárki eljön, nem azért jön el, hogy mikor megyünk már el innen, mikor érünk a végére, hanem hogy vannak benne olyan idézetek, olyan tárgyak, illetve olyan interaktív részek, amik szerintem érdekessé teszik, főleg a kisgyerekek számára, mert mi egy picit megpróbálunk rámenni
azokra a fiatalokra, akik a futballból, vagy még futballisták szeretnének lenni, hát egy kis ikletet kapnak egy régi életpályára, de viszont azt mondom, hogy azért még mindig valós lehet. Nekem melyik a legkedvenc? Hát nekem természetesen az aranylabda, mert velem mindig viccelődtek, mert én akkor születtem, hogy nekem milyen könnyű volt, hogy én már 8 naposan nem gumilabdával, hanem aranylabdával játszottam a babaágyba.